Sziasztok! Na, nem. Mindjárt. Kezd újra. Engem vágják ki. Várunk egy hibrid Priusra. Se. Tök jó szöveget találtam, kicsit elfelejtettem. Mindjárt jön a bemutató alanyunk. Lehet, hogy egyébként nem is itt fogjuk most bemutatni, mert annyira jó idő van, hogy kimegyünk és változtatunk a környezeten. Ráadásul nappal van, úgyhogy nem is kellenek a lámpák se. A lényeg, hogy egy... A manapság már alapból a gyári változat is elég ritka ebből a kis stílus autóból, én csak így hívom, kis stílus ez az autó, nem? És főleg így átalakítva, átépítve, úgyhogy még törölgeti a tulaj a mosóban az autót, úgyhogy amint itt lesz, megmutatjuk, és... Nem is tudjuk, hogy majd... mire van átalakítva, átépítve. Hát képeket én láttam azért, ja, úgy eléggé. Na, srácok, mint látjátok, megérkezett a tulaj. Rallyzár. De jó. Ez csak egy ilyen gumik is. Műanyagok fullba vannak, vagy ennyire jól bírják? Az oldalsók azok találtam a gyárit. Aha. Aztán vissza kellett vágni, mert ugye a perem az nem eredeti. Lett volna egy ilyen függőleges része is. Fekete. Kis fölpattam. Ja. Igen. Nem hiszitek el, annyi cusz belefér, hogy NDK-s kempingszék, kempingasztal, simán, egy kicsi grill, ez a Tesco-s. Akkor az volt a szabvánszék, úgyhogy... Ja, persze. Egy kicsi grill, az olajfákja, akkor még egy táska, egy sátor, illetve egy hálózsák, simán belefér. Szóval... Túra autó, ne viccelj. Igen. Kezdjük az elejéről, hogy... Az elejéről. Hogy jött? Miért pont ő? Szerettem a nagy autót. És hát bogár. A régi, természetesen. Hát kicsit keresgéltem, aztán rájöttem, hogy 300 a szarrá rohadt. Úgyhogy mentem tovább a listán. Akkor golf, hát mindennapi. És utána egyik haveromnak volt egy kis polszkia, teljesen gyári volt. Hát a gyári az azt jelenti, hogy a lerohadt fajta, a tanksapka az egy fadugó volt. Teljesen jó működött. Beleültem, és köré mentötték volna, mondom, ez nekem egy ilyen kell. Hát nem sokkal rá, egy héttel rá mentünk le Gyulára, a faszára, és megnéztünk egy nagyon jó kocsi, nagyon jó. Megnéztük, hát teljesen rombolt. Utána sírva így feljöttünk Pestre, tesómhoz, és itt is láttam egyet, és elmentünk, megnéztük, megvettem, és 5 éve most már, hát 5 éve szerintem talán már megvan. Hát azóta rendszeresen változik, de azt hiszem, hogy elkapta a végleges formáját. A festés, meg az ívek, az nem az én munkám, mert azt még nem tudom, de különben mindent. Szóval a belső kárpittól a tető, koptató, a felni, az ültetés, a motor. Várjál, motor az... Nézzük őket körbe, hogy így... Jó. Melyik? Ez így jár. Lehet venni. Lehet. Ugye van egy olyan modellag, ami ilyen szempillás. Ugye itt van fölött egy ilyen kis műanyag szempill. Igen, lehet hozzá venni. Szóval báróker, vagy most tudom, gumi, aha. De sajna nem sárga az üveg, az csak egy fólia rajta. De hát ez így is megadja a formáját. Plafontól az aljáig, hát az alja nem, de... Zsákvászon. Igen. Az egy nem gyenge tükör, és hát nem is sok... Hát ilyen japán ilyen, nem is tudom milyen stílusban lehet látni ilyet. Ilyen driftnél. Driftnél szokott nagyon hasznos lenni, hogy látod, hogy hol van a másiknak a vége. Hát ez nálam nem releváns, de kurva jól néz ki, és ezért beraktam. Nagyon állat. És pont elfél. Igen. Számolás voltál nagyon. Igen. Szóval zsákvászon az egy vatta új. Szóval úgy vettem azt a rádiót, most nem hifi, nem semmi, de úgy vettem, hogy a kazettánál benne volt a szivacs. Szóval, hogy érted, úgy szállították, hogy a szivacs, hogy ne remegjen. Egy-két hangszó lett berakva, az ilyen feltétel, hogy azért kell valami zene. Kárpit én csináltam. Az a nagyon, nagyon dizájnos csomagtartónyitó is az én munkám. Ezek a fák nagyon jó, a kézifék, a váltó. Mindet én csináltam, ami ez csapágyazó van.
Szóval ez funkcionális, illetve funkcionális. Hoppá! Hogy nehogy ellopja valaki. Ez egy gyári abart kormány. A Fiat gyári tuningja. Ez azért nagyon kedves a kis szívemnek, mert én Scorpio vagyok, és az abartnak is a gyári jele a Scorpio. Úgyhogy nagyon imádom. Váltóból lett egy vágva, egy 5 centi, mert az így kicsit kényelmesebb. Aztán... tud forogni, úgyhogy... Ja, hát igen. Ülést imádom, ki nem venném és raknék bele egy ilyen sportülés, hát ez hányadék. Szóval ez a gyári műbőr, szerintem brilliáns, hátul lettó. Kapott egy kalaptartóra egy ilyen jó kis fa, hát nem is tudom mi ez, raklapot. Ez is így hozzáadja a dolgot. Jó fa. Ja. Aztán hát belül maradva a tető, ez egy Twingo tető volt. Ezt te faragtad bele? Igen, én faragtam bele. Először ezt megcsináltam, az is belülről le van burkolva ilyen zsákvászonnal, szóval ha bezárja az ember, akkor csak itt a ez a műanyag látszik, és igazából semmi más. Megcsináltam ezt a tetőt, utána hát így méregettem a dolgokat, beraktam a dolgokat, és kifúrtam a lyukakat először. Utána így aludtam rá egy ilyen jó 3 napot, hogy most én tényleg akarom? Ezt ki akarom vágni innen? Mert utána azt nem lehet vissza. Hát vissza lehet, de ez nagyon nehezen, de azt szartam rá, kivágtam egy kis multival, aztán beraktam jó sok szíló alatt, és sehova senki, nem ázik. Azt akartam pont kérdezni, hogy jól sikerült? Tökéletes lett, nem ázik sehol. Ennyi. Ez szerintem egy elszálltság dolga, hogyha majd akar csinálni, akkor meg kell csinálni. Mit kell tudni a futóműről? Hát van egy ilyen kellemes kimberje a dolognak. A hátsó az csak azért áll így. Így van a két pont, ez egy ilyen háromszög felfüggesztés, uh-huh. És ahogy fölhajlik, pont így van. Aha. Szóval ez nem tudtam mit csinálni, ezt csak ültetni kellett. Persze van otthon, hogy hátul spirálrugó van, elől laprugó. Hátul, vagy otthon azért van egy-két szett ilyen spirálrugó, hogy lehessen állítgatni a dolgokat. Elől ott már bajos volt, ugye, mint említettem ezt a laprugót. A laprugó elve fölfele görgül, hát az enyém már lefele. Ez így eléggé fura, meg így eléggé kicsit instabil tesz a dolgot, de még teljesen használható. Bekerült előre a hátsó gátló, mert rövidebb, és egy 125-ösnek a flexibilis fékcsőve, mert annyira leült a kocsi, hogy egyszerűen megtörte a fékcsőt, és nyomta a féket, és állandóan sípolt, úgyhogy muszáj volt. Úgyhogy bele lett az is rakva, és utána semmi más ültetni kellett, hát a laprugókat variáltam, úgymond, ahogy akartam, vagy hogy mondjam, hát ahogy esett, ahogy úgy jött. Egy jó ismerősöm mondta, hogy egy levegőszett azért még el kéne alá. Az úgy nagyon, az még paraszta, hogy igen. Megérkezett. És azt mondta, hogy egy 100-as lenne. Nem mondod. Hát otthon. Szóval 100-as lenne. Na most elkezdtem gondolkodni, előtte hátul nem is gond. Elől az a para, hogy kicsit át kell variálni, ugye kijön a laprugó, akkor oda kell egy zárt szelvény, oda megint egy lengőkar, hogy ilyen dupla trapézkar legyen bent, ugye, hogy valami tartson, meg ott át kéne hegezgetni a dolgokat, de megoldható a dolog, úgyhogy hát igen, úgyhogy a haver azt mondta, hogy az AMTS-re be tudna vinni, úgyhogy addigra jövőre. Úgyhogy addigra én szeretem ezt megcsinálni. Az mondjuk jó lesz. Az... Simán. Igen. Volt most kint kettő is, mind a kettőt láttam már. Nem azért, de a 200 E36, meg a 200 Golf mellett egy kis Polski azért az... Simán. És azért mondom, hogy most... Az egy 1-es Golf GT-nyek oktató. Azt akartam kérdezni, hogy az... Vadállatul néz ki rajta, úgyhogy imádom. Ja. De rövidítettél rajta.
Igen, a szélessége lett rövidítve, illetve ha jól megnézitek, akkor már foltozva is van, mert itt van egy szép repedés. Aha. Úgy megette az egyik kátyú, nem tudom hol, mint az állat, és így derékba tört, de vissza lett rakva. Ez is megadja szerintem az imidzsét. Állítóban négy is van, ahogy nézem. Igen. Azok nem törnek ilyenkor, amikor kátyúzol? Hát próbálok vele ügyelni, de nem. Szóval ez már tök elég jó kerekek. ATS. Nem kap, hanem... Klasszik. Nekem ATS után egyből a kap. Klasszik. Klasszik, 7x13. Az igazság, hogy untam a feketét, mindegyik fekete, uh-huh. És azt gondoltam, hogy lesz-e neked arany. Lássuk, az arany és a barna az igazán jó kombó. Igen. Lámpával is így teljesen... Hát, egy kicsit lehetne más, lehetne arany szín. Igen. De amúgy nagyon jó passzol így az egész szín kombó. Igen. Mennyire szereti ezt a széles kereket a függős abszeg? Hát ugye az egész futómű. Hát még nem szólt, de... A gyári milyen? Mekkora? 4,5-12. Jól voltam. Szóval... Azt a rohadt. Na igen. Volt egy másik álom. Kettes golfnak van a gyári felné az axéllal, és ilyen telibe lehet rakni egy ilyen dísztárcsával. Ja, tudom. Aha. Tudom. Na, az fel lehet húzva 8-5-re. Én nagy vígan azt felhúztam. Megkerítettem rá a 175-50-es gumit, le is festettem, felrakadtam a gumikat, hát így aláraktam, így leengedtem rá a gumira, szóval ott gyanús volt a dolog, hogy nem lesz túl jó, és el akartam forgatni a dolgot, és hát megakadt a küszöbbe. Nem sikerült felrakni. Nem jött össze. Nem. Hátul elfér a 8-as, kicsivel kisebb etével, elől már azért bajos. Szóval talán 7,5, de... Ez mi? Rozsda? Az rozsda. Tényleg? Nem tudom, a képességből mondtam be. Mennyire jön át, de az egy rozsda. Az egy rozsda volt. Mit ez hogy? De mi az? Fém volt alapból, vagy az? Nem. Ja, a fém volt, hát... Mármint nem úgy értem, hanem hogy csináltad fémből egy ilyet, és meg... Nem. Nem. Akkor hogy? Kinyomtattam. Negatív maszkolás, csak ez látszik, körbe burkoltam az egész kocsit, flex, és egy jó kis kardán csukló, meg a fém része, és a fém beleolvadtam az üvegbe. Dír! És hát az idő múlásával nincs lekezelve, és ha van egyedi matrica, mondjuk matricának, vagy nem is tudom minek mondjuk. Hát igen, a bálna az az én becenevem, mert egyéb sportból adódóan vízlabdáztam, és ott kaptam régen, és hát úgy gondoltam, hogy megérdemli, hogy rajta legyen. Ami még különlegesség, és ezek így hátrébb, ezek bambino lámpák. Ugye eredetileg ezek nem is ilyen kockásak, nem is ilyen sarkosak, meg nincs benne tolató lámpa. Ez is egy nem mindennapi dolog, szerintem nem minden nap látni egy kis polszkényet. A rács az egy egyberács lett, mert ott volt eredetileg ez nyitója. Minden. Meg a területok lekerültek alulra, hogy így legyen. Ja. A motor az gyári, egy sportifót kapott, meg egy direkt szűrőt, különben tömítések csere, meg egy-két idomnak a festése. Tetszene ez a dupla csőbe ennek? Igen, jó lesz, szerintem. Nézegetek már újat, és az olyan, hogy az is dupla csőbe, de nem így, nem szögben van levágva, hanem egyenesen. Csak ilyet lehet szerezni, elég sokat, de azt a merőleges levágásot nem nagyon, szóval kajtatom egy ideje. Ez egy rugó? Az egy rugó. Az de a felfüggesztése. Az egy felfüggesztése a dolognak. Szóval, befele a kocsi alatt ugye van a váltó, és ott még van két darab ilyen tartóbak és annyi. Szóval semmi több, király. Ez így. Az komoly. Nem hiába, a két dugattyú egyszerre jár. Tényleg? Aha. Hát kapott egy generátort, mert
dinamó volt benne, és nem nagyon bírta a töltést. Uh-huh. És ez muszáj volt. Meg a direkt szűrőt kapta aztán. Uh-huh. Ez a kocsi nem arra van, hogy 150-nel repesszem el az ember az autópályán. Főleg nem a futóműve. Mennyire kapni hozzá alkatrészeket, hogyha baj van valami? Mondjuk, gondolom nem gyakran nem van ilyen. Igen? Persze. Nem azt mondom, hogy olcsó, de simán be lehet szerezni mindent. Bontva 1000 millió egy van, uh-huh. Tehát karosszéria is. Azt hittem, hogy most már fogynak nagyon. Én is, mert azért már nem egy napi szinten látott autó. Vagy... Most lehet, hogy csak én látom, de bennük egy-két ilyen csoportban is ott dobják fel az ilyen bontott cuccokat. Uh-huh. Sőt, nem csak bontott, van, aki ilyen polszkisok mennek Lengyelországon. Szóval túráznak vele abszolút, és így csomagtartó, azt így felpakolják rá az elemeket, hátsó sárvédő, külső, meg belső, mit tudom, szóval rengeteget. Imádom. Ez természetes. Mik a tervek? Mik a tervek? Hát ez az levegős futómű, ez egy nagyon, nagyon csábító dolog. De különben nem sok. Szóval azt hiszem, hogy eléggé elnyerte a végső formáját. Készül otthon hozzá a garázs, szóval na, a kis kecó, kis lyuk, kell egy valami járogató, és ez meg... Nem is tervezed akkor eladni. Kizárt. Hát, sokkal többen van, mint vállalható. Szóval, sokkal többen van. Gondolom. És nem is lenne szívem eladni itthon, biztos nem. Esetleg lengyelbe vagy németbe egy olyan gyűjtőhöz, ahol... De az a baj, hogy ez már nem az a gyári kategória, amit annyira keresnek, és... Ja. De hát nem. Hát nem egy nagy költség az éves biztosítása, úgyhogy 650 köbcenti, ez méretes. Nagyon érdekes, mert rengeteg motoros int, szóval... Igen? Ja, hát, szerintem így... Igen, pontosan ez lélekben nagyon társat találnak benne szerintem, meg... Nem tudom. Nagyon sok ember megnézi int, így megyek a városba, dumál két ember, az egyik visszanéz, és így... Nézd már! Ja, mondom, ja... Hát most vannak szakavatott, meg olyan is, aki csak azt mondja, uff, a pakker. Hát ez, szavakat nem találnak rá, de valaki tényleg oda és azt mondja, hogy uff, ebben mi munka van? Mi munka? Hát tényleg látszik. Ja. Ez a tankcsapka, az jár itt? Nem. Az egy nagyon nívós darab. Azért, azt nézem. Eredeti CCCP, ez egy számzáros tankcsapka, szóval az ember nem tudja a kétjegyű kódot, akkor ez, ebből nem lesz lópa benzin. Az komoly! Az ablakok, van egy a kis poszkinek egy olyan vízhűtéses, az a bis. Ez még léghűtéses. Mi? Ez léghűtéses, igen. És van egy bis, az fekvőmotoros, és hátul is van csomagtartó, szóval azt lehet mondani, hogy túragép, vagy nem tudom. Túragép? Ja. És ez annak az ablakai az első. Engem rettentően zavart az a elefántfül, mert állandóan beleütöttem a kezemet, szóval azt mondtam, hogy ennek mennie kell. Hát befaragtam, szóval hát nem volt könnyű, de... De a formája az ugyanolyan. Persze, az ugyanaz, csak ugye itt le van választva, lefölmegy az ablak, ez meg egy ilyen elefánt, mint a ladákon. Aha. Szóval extra ugyanaz. Talán még a mérete is. Mint a tanksapka, meg ilyenek. Szerintem neked már ilyen teljesen hétköznapi dolog. Ezeket is nemrég szereztem be. Ha jól tudom, akkor az a funkciója, hogy aha, ha magasabb vagy nagyobb sebességnél, hát nálam ez se szükséges, de rohadt jól néz ki. Simogatom minden ez, nap. Ez az a kocsi, amit nem fogjuk szerintem megnézni, hogy gyorsul. Ja, nem hiszem, hogy... Mert... Hangja jó, bár kivéve most, hogy szeregetszük az elején. Azt azért hallgassuk meg majd szerintem. Mi tud a sportkipu? Nagyon durva. Szolid, gyenge alapjárat.
illetve nem kulcsos indítású, hanem a két kis karral kell, illetve az egyik kis karral kell indítani. Ott van a vezető oldali, az a szivató, a jobb oldali pedig indítjuk a motort. Jackie. Az komoly. Mechanikus a behúzott tekercset, amit utána. Hát jó. Az komoly. Rohadt jó. Tehát úgy mennyibe mennek az alapok? 152. Attól függ, hogy hogy akarod, vagy milyen régi. Ő egy 89-es. Már a nagy kopoltyú, illetve a nagy műszerfal. De még a dinamó volt benne sajnos. Egy kis kopoltyúst akartam, mert az csak ekkora. Nagyon szolíd, nagyon... Lehet, hogy ez egyébként pont, hogy jobb. Már micsoda? Ez a nagy kopoltyú. Hogy így nagy? Aha. Ízlések és pofonok, ez egy olyan dolog. Egyébként igen. Üzensz valamit a srácoknak? Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy bemutattátok az autóval. Köszönjük, hogy elhoztad. Hát szeretném, hogy minél többen meglássák az én autómat, mert úgy gondolom, hogy jó lett, és úgy gondolom, hogy másoknak is tetszik. Hát srácok, írjátok meg, hogy mi a helyzet. Nem tetszik, azzal baj van. Nézzétek meg, hát na. Meg amúgy azt bírom, hogy olyan kis aranyos az egész, meg rohadt alacsony. Tehát így... Igen, most már nem felkönyöközve, hanem rákönyöközve. Igen. Köz. Itt egy tartály autó, hát kb. Itt ott a keréknek a teteje. Szóval így, hello. Igen. A barátnőm az rendszeresen fél benne, szóval retteg. Mennyi fogyaszt? Tényleg. 6 liter? Tényleg? Tök jó. Hát, de hát csak 650 köbzeti. Igen. Át se fél rajta több mint 6 liter egyszer. Jó, lehet amúgy. Ja. Hát igen, tank az 21. 21 liter. Aha. És azt hiszem, hogy 7-6 és félnél már bejelez. Sziasztok. Máté sose köszön.